Jó napot kívánok, kedves barátaim! A Nazir Traktátus 66-os lapja fog következni. A 65-ös lap végén a Misnával fogunk kezdeni. A Misna megértéséhez egy rövid kis bevezetést kell tartanunk a Zav kapcsán. A Zav ugye a folyásos beteg, akinek a betegsége esetén egy szigorú tisztátalanság alá, vagy törvény alá esik. A folyásos betegnek van egy változata nők esetére, van egy változata férfiak esetére, és alapvetően a ZAV szabálya a következő képnek. Itt igazítunk a kamerán. Zav. Zav úgy néz ki, hogyha valaki látott az első, ugye a folyásos beteg, látott egyszer. akkor ha az első látás után, az első folyásos látás után egy napot egy, egy nap tisztátalanságot kell várnia. Ha utána lát másodszorra is, akkor hét napot kell várnia, és a hetedik napon alámerül, és utána tisztul meg. Ha háromszor látott folyást, akkor hét nap, Plusz kell hoznia egy áldozatot. Ha ezen túl van, akkor tekintjük úgy, hogy teljesen megtisztult, és vége van a folyásos betegségének. Most ugye azt kell érteni, hogy a folyásos beteg és az, akinek magömlése van, a folyásos betegség és a magömlés ez nem ugyanaz a típus, vagy nem ugyanaz a fogalom. Ha tegyük föl, itt bármikor közben a folyásos betegnek magömlése van, akkor az a magömlés az egy plusz egy napnyi tisztátalanságot tesz hozzá, csak úgy, mintha bárkinek magömlése van, akkor az egy plusz napnyi tisztátalanságot eredményez. És A kérdés az az lesz, hogy uh, amikor valaki egy ilyen folyást lát, akkor az a, egy, egy betegség, és így egy tisztátalanság miatt van, vagy esetleg um, lehet, hogy valamilyen más oka van, például meger, megeröltette magát, tehát olyan lesz, uh, valamilyen megerőltetés, vagy uh, um, hasonló miatt uh, történik, <kül> ezt ide fel is írjuk, tehát olyan lesz. Ami azt jelenti, hogy hát szó szerint azt jelenti, hogy viszmajor, de a mi esetünkben ez mondjuk jelentheti azt, hogy euh, véletlen vagy megerőltetés. Ahogy ezt mindjárt majd ki is fogjuk fejteni. Miről lesz szó a, a, a misna arról fog beszélni, hogyha folyásos látás, tehát azt, hogy látta, hogy valamilyen folyása volt az illető, ha látja, hogy folyása volt, pillanat csak a villanyt lekapcsoljuk. Tehát, hogyha látja, hogy valamilyen folyása volt az illető, akkor abban az esetben, hogyha az első látás az oines volt, akkor azt elfogadjuk, azzal nem, nem foglalkozunk, abban az értelemben, hogy egy, nincs különbség a között, hogy oines vagy nem oines, az ugyanúgy látásnak számít. Ha a másodiknál oinesz volt, akkor azt. Nem számítjuk látásnak, abban az értelemben, hogy nem válik zavvá, és nem kell utána hét napot várnia a megtisztulásra. A harmadik esetben, akkor is, hogyha onesz volt, akkor is beleszámítódik harmadik esetnek, és kell hozni egy áldozatot. Egy korrekciót kell még itt tennünk, hogy az első esetben csak abból az értelemből van rendben az onesz, on hogy egyesnek vegyük ahhoz, hogy létrejöjjön a kettes, de ahhoz, hogy létrejöjjön a hármas, ahhoz nem lehet onesz. On Tehát, akkor még egyszer átismételjük, hogyha valaki egyszer látott egy folyást, akkor ha azt Oinesből látta, az OINESZ eseteit mindjárt végig fogjuk venni, majd utána lát még egy folyást, ahol viszont nem oineszből látta, akkor létrejön a hét a zav, és hét napos tisztátalan lesz. Hogyha utána lát még egyet, függetlenül attól, hogy a harmadik az Oinesz vagy nem Oinesz, akkor viszont nem lesz kell, hogy hozzon áldozatot, mert az első Oinesből volt. Ha viszont az első nem olyan és a második sem olyan lesz, akkor a harmadik, független attól, hogy olyan vagy sem, már olyan állapotot idéz elő, amiben nem csak hét napos tisztátalansága van, hanem kell hozni a áldozatot is. Most arról fog beszélni a misna, hogy az olyan eseteit mi módon vizsgáljuk meg. Um, tehát honnan tudjuk, hogy a, ugye még egyszer az oneness az, az az eset, amikor valaki um, nek folyása van, de feltételezhetjük, hogy az valamilyen viszmajor miatt van. És ezért kételjes, hogy beleszámíthatjuk-e, úgy tekinthetjük-e, hogy az illetőnek valóban folyásos betegsége van. A itt kimesz a Zav, hét lehetősége van a Viszmajornak, az Oinesnak, ami, 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 ami miatt meg kell vizsgálnunk, ha valaki már a második látását, a második folyásos látását látja, meg kell vizsgálnunk, hogy Oinesből vagy nem Oinesből látta a folyást. Hátselői niszkák leziva. egészen addig, amíg nem vagyunk benne biztosak, hogy már zav lett belőle. Tehát hétféle módon vizsgáljuk meg a második látásnál, hogy az valóban folyásos betegség miatt volt-e, vagy valamilyen viszmanyör miatt volt-e. Viszmanyörnek hét lehetséges esete van. Michael, ubemiste, ha valaki túl sokat evett vagy ivott, akkor lehet, hogy az eredményezett egy ilyen folyásnál. Bemásza, ha valami, valaki valamilyen nehéz dolgot emelt föl, big fica, ha valaki hirtelen egy nagyot ugrott, böhöli, ha valakinek valamilyen más betegsége volt, és emiatt lehet, hogy akkor volt folyása, Be mára, hogyha valamilyen hirtelen dolgot látott, vagy lehet, hogy ez a látás, ez azt jelenti, hogy valamilyen erotikus dolgot látott, és ez eredményezett folyás nála, ube hírhul, vagy valamilyen erotikus dolgon gondolkodott, azon járt az esze, és ez eredményezett nála e, látást. Mi se niszka attól fogva viszont, hogy már egyértelmű, hogy kétszer látott folyást, a harmadik folyáshoz már én bajt kinaiszaj, azt már nem vizsgáljuk. Miért? Mert ott függetlenül attól, hogy ojnes vagy nem ojnes, a harmadik folyással már létrejön az állapot, hogy nem csak ez a zav, hanem áldatot is kell hoznia. Ojnszaj, sveikoi vagy sifha záraj, tmeim. Ugyanis azt um, tanuljuk, hogy a harmadik látás, a harmadik folyásos eset, az független attól, hogy ojnszaj, tehát akkor is, hogyha Viszmajor miatt volt, attól függetlenül érvényes. Szféka és Ichvaz és ugyanígy a kételjes esete az ilyen látásnak, vagy a, tehát a harmadik ö, ö, folyásnak, vagy a harmadik folyásosnak a magömlése, azok ugyancsak tisztátalanok, sőleg lájén daval, ugyanis nagy a valószínűsége, hogy független attól, hogy ö, kényszer alatt, vagy egy visszmajor miatt, esetleg visszmajor miatt látta, vagy nem is biztos, hogy volt látás, vagy volt folyás, tekintetten arra, hogy a slime-le davar, itt is van valamilyen további pár tényező, ami miatt a dolognak a valószínűsége megnő, ezért úgy is tekintjük, hogy, 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 hogy feltetően elkönyvelhetjük a harmadik látást is látásnak. Oké, okay, ha már itt a legline a davarról van szó, azokról a dolgokról, ahol van valamilyen további tényező, ami miatt, um, ami miatt um, abból indulunk ki, hogy uh, a dolog érvényes annak ellenére, hogy van valami, ami miatt esetleg kérdéses lehet, akkor még egy dolgot mi egy egészen más témából a ugyancsak a line a davar további tényezők indikációként szolgálnak valaminek a ö, megítélése szempontjából. A mákez ha vérői vám duhule missza, ve más se haja, ul mikán hihbid, mely u Mi van akkor, ha valaki ö, megveri a fele barátját, megveri egy másik embert, ugye, hogyha halálosan megverte, és az illető meghalt, az gyilkosságnak számít, és az illetőnek akár halálbüntetés is járhat. Mi van akkor, hogyha megverte, és az illető felgyógyult. Ha felgyógyul, és utána sokkal később hal meg, akkor a halálnak semmi köze a veréshez. De ha megverte, és felgyógyul egy kicsit jobban van, de utána visszaesik az állapota, és végül meghal, akkor a Káma szerint e, itt e, um, ugyancsak e, gyilkosnak tekintjük az illetőt, mert mégis van egy folytonossága az illető állapotának, és igaz, hogy közben kicsit javult az állapota, de visszaesett az állapota, és ebből meghalt, akkor felteltően e, az ő ütése, az ő verése miatt e, halt meg a történet végén, úgyhogy ugyancsak gyilkosságnak számít. Nem a hemja, mert pattós a glemelvar. Hemja szerint viszont tekintettel arra, hogy elkezdett már gyógyulni. Az állapota javult, ezért most hiába romlott vissza az állapota, az illető fel van mentve a gyilkosság bűne alól. Mert a van mert itt is van egy valószínűség, egy olyan tényező, ami enyhíti a helyzetet, és ez pedig az, hogy közben javult az állapota. Oké, okay. most ugye akkor térjünk rá a Misnának a fő témájára, és ez pedig az, hogy a harmadik látás, hogy, Ma? Ez pedig az, hogy a harmadik látás nem szükséges, hogy, hogy nem probléma, hogyha lesz. Oh, a Viszmajor miatt történt, tehát akkor is, hogyha ha esetleg egy, 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 másik betegség, vagy egy nehéz súly fölemelése, vagy egy ugrás, vagy a sok evésivás, amit én fölsoroltam is, na, ha ezek miatt is e, látta, amit látott, látta a folyás, a folyás folyásnak számít, és a harmadik látás beáll, mint harmadik látás, és a zav áldatot is kell, hogy hozzon. Na, hanem Honnan veszük, hogy ez így van? Amaravin Nassan, Amar Kravász, Zavesz Zaibaj, de ilyes lisisz, iszkis lenne kéva. A tóra a következőképp fogalmaz. Amikor leírja Mózes harmadik könyvében a különböző folyásos tisztátalanságoknak a szabályait, akkor úgy fejezi be a, a, a szöveget, Vá, Dovabeni dasza, Mózes harmadik könyve, 15-ös fejezet, 33-as mondat, Vá, Dovabeni dasza, Vá, a Zachrönde, Kéva, Uli Isese, Ishkávinatméja. Ez legyen a szabálya annak, aki beteg menzeszében, és a folyásosnak folyásakor, a férfinak és a nőnek, és a férfinak, aki egy tisztátalan nővel hál. Ugye így foglalja össze az összes szabályt, ami előtte a 15-ös fejezetben szerepel. És amikor a szöveg azt mondja, amikor beszél a folyásosról, akkor viszonylag sok szóismétlés van, mert azt mondja, ez legyen a törvénye a menzeszében betegnek, ugye ez a menzeszes nő, Andida. Majd azt mondja, vár zabez és a folyásos férfinek folyásában, a folyásosnak folyásában férfinek és nőnek. Ugye szó szóval szerint így, így megy a, a fordítás. Vár zajvaj, la zaharu lene kéva. Helyben az így néznek ki, ha ez, zajvaj, le zahar, ule nakéva. Tehát akkor fordítás, a folyásos, Folyásánál, férfinek és nőnek. Azt mondja a a folyásos ez az első látás. Folyásánál az a második látás. Férfinek az a harmadik látás. Ezért mondjuk azt, ugye, ez megfelel a három látásnak, ami a torában előtte ki van e, bontva. Ha lát egyszer, kétszer, akkor zav, és ha lát harmadszon is, akkor nem csak zav, hanem áldatot is kell hoznia. Mit mond Nassa? A folyásos folyásánál ez a kettő, ez e, nem lehet olyan, ez nem lehet viszmajor, Biztosak kell, hogy legyünk benne, hogy a folyás, amit látott, az valóban a zav, a folyásos betegség miatt van. Viszont a harmadiknál ez Zachra lenne Keiva, a férfinek és a nőnek, ugye a szöveg egyszerű jelentésében a férfinek és a nőnek itt arra utal, hogy a nőnél is ugye van folyásos betegség. Mindenesetre itt a férfinek és a nőnek, azt jelenti, hogy a férfi és a nő között egyenlőség van. Férfi egyenlő nővel. A nőnél mi a szabály? Hogy a nő akkor is, hogyha viszmajor, akkor is amit lát, az mindig számít. Tehát a harmadiknál az ajnesz a viszmajon is látásnak számít. Így értelmezi um, naszon a, Tóra szövegét is. Innen vezeti le, hogy a harmadik látás, akkor is, hogyha ajnesz, akkor is a viszmajor, akkor is érvényes. Azt mondja, a Talmud váltány lezer a imer, be bajt kinaj szaj, víz én bajt Azt mondja, a Talmud, várjunk csak. De hát a. De hát a, a. van egy brájta, még azt mondja, hogy a harmadik e, látásnál meg, igenis meg kell néznünk, hogy Oynes volt-e vagy sem. Mert ha Oynes volt, akkor a harmadik látás nem érvényes. A negyedik látás, ott már nem kell megvizsgálnunk. Mit jelent a negyedik látás? Elvileg már nincs szükség negyedik látásra, ahhoz, hogy, hogy, hogy kimondjuk, hogy az illető zav és áldatot is kell hoznia, de egy szempontból van különbség. Mert hogyha a negyedik látás az, 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 az egy, zav, egy zav egy folyásos látásnak tekintjük, akkor ha mondjuk a negyedik napon az, számolja a hét napot, és a negyedik napon látja azt akkor az fölülírja az addigi látásokat, és újra kell, az addig számolt napokat, és újra kell számolni a napokat. Hogyha azt mondanánk, hogy ez csak oinesz, vagy azt mondanánk, hogy ez csak egy um, különbség van a, a vagy a biztosan folyásos beteges látás miatt, akkor azt lehetne mondani, hogy tekintsük csak úgy, mint ahogy itt egy magömlés, ami csak egy plusz egy napot tesz hozzá. Mit Lezer, ha már túl vagyunk a három látáson, akkor a negyedikhez ahhoz már az Oynes is rendben van. Az Oynes is számít. És nem vizsgáljuk, hogy Oynes vagy nem Oynes. Mi a, akkor, akkor, mi lesz itt a válasz? Szóval a Talmud el a be eszim ke Lezer Lezer is eszim, de banan le dar is eszim. Szóval a Talmud, igen. De a lezer, aki azt mondja, hogy a negyediket nem vizsgáljuk, ő miért mondja ezt? Mert szerintem itt nem három van, hanem négy. Szerinte úgy néz neki, mondjuk csináljuk rá, mi lezert el, hogy valóban a folyásos az egy, az S folyásosnál az a kettő, a folyásos az három, és a férfinek, nőnek az négy. És azért a negyedikre vonatkozik az, hogy a férfi és a nő egyenlő. Ugyanúgy, hogy a nőnél a viszmajort figyelembe vesszük, függetlenül, hogy olyan ez, vagy nem olyan ez, számít a folyásosság, ugyanúgy a férfinél számít mi a vita akkor, hogy az S szót a nál nél vagy a, az S kifejezést, azt lehet-e külön entitásként értékelni, és egy külön állomásként magyarázni. Ez egy általános vita a Talmudban, hogy a, ha a szövegben van egy S, amit tulajdonképpen nem is nálnél, hanem tárgyrag, a tárgyragot, azt lehet-e külön entitásként magyarázni, értelmezni, vagy sem, Rabbi Lezer szerint igen. Ha igen, akkor itt nem három van, hanem egy, kettő, három, négy. A bölcsek szerint nem, és ezért a bölcsök szerint csak három van. Oké, okay, akkor ez a vita közöttük. Mi most térjünk vissza a Mistánkra, aki ugye egyértelműen a bölcsek véleményét követi, és nem Rabbi ezer véleményét követi. És az, az ugye, mit mond a Misna, hogy szólj, hogyha Viszmajorról is van szó, a harmadik látásnál a Viszmajor is egy érvényes látás, és nem számít, és az illetőnek beleszámítódik a Zav státuszába, és ezért áldatot is kell, hogy hozzon. Megyünk tovább. Mit mondott a, a Talmud, vagy mit mondta a folytatásban? Szveikai shihvazveire zároitmein, hogy a a harmadik látás után van még egy fontos ö, ö, szabály, és ez pedig az, hogy a kételjes esete és a magömlése is tisztátalan. Mit jelent mind a kettő? Arról fogunk most beszélni. Először is mit jelent, hogy a kételjes esete? Mit gondolhattunk volna? Amar van. Loi teim a szafek háza, szafek loi Nem arról van szó, mondja Rave, hogy a harmadik látás után Fölmerül a kételj, hogy látott-e való, va, ö, ö, vagy nem látott. E, bocsánat, nem a harmadik látás után, a második látás után. Tehát fölmerül az, hogy vajon látta-e a harmadikat, vagy nem lát. Vol, volt -e egyáltalán folyás, vagy nem volt. E, és erre mondanánk azt, hogy szvékajta, -e, hogy hiába kételj, mégis úgy tekintjük, mintha lett volna. Nem, erről nincs szó. Ellen a haza, hanem arról van szó, hogy bizonyosan látott valamit a másik folyás után, és így hiába szafek, miért lenne szafek, egy kételj, szafek mákma siva, zevrá szafek mákma szia, a kétel arról szól, hogy ez valójában egy magömlés volt, vagy egy folyásos eset. És mindegy, hogy akkor is, ha kételjes a dolog, kívönsi nézkek le, tumma szafek, szafek, tekintve, hogy már túl van két bizonyos látáson, ezért hiába a harmadik látás az esetleg nem is folyásos látás volt, hanem magömléses látás, azt továbbra is e, e, taménak, tisztátalannak veszük, és beleszámít a harmadik látásba. Oké? Okay. És mit a harmadik dolog, amit mondom is? Na, a zárójt meja, hogy a sperma, a harmadik látás utáni sperma, az tisztátalan. Le máj. Mit jelent az, hogy tisztátalan? Élém a le mága garmisik az zára, de taj. Zára is zav, tam be bemásza? Azt mondta, amúgy, mit jelent az, hogy a magömlése az tisztátalan? Azt azt jelenti, hogy tisztátalan, ha valaki megérinti a spermát, akkor tisztátalanná válik. Ennek nincs semmilyen hidú sem, semmilyen novum, mert ha valakinek nem volt három látása, tehát nem volt háromszoros zav, Öm, akkor is öm, a magömlése az tisztátalan lenne az érintés által. Mit lehetne esetleg mondani? Hogy öm, a zavnak, öm, hát a folyásos betegnek, ha már egyszer folyásos beteg, akkor a magömlése az nem csak érintéssel válik tisztátalanná, hanem hordással, vivéssel is, akkor is, ha nem érinti meg. Mánsa Mátla Hada, ama Sikva, Zára és a Zav, mert Tambebe másza. De vajon ki mondaná ezt, az, ezt? Ki tenne ilyen állítást, hogy a folyásos betegnek a, a magömlése az nem csak érintése, hanem vivése is tisztátalan? Ilém a hajtána de Tányere, lezer, a Sikva, és a Zav, én mert Tambebe valami vagy a Misó, ő másza. Vajon talán nézzük ezt a két véleményt, amit egy Brájta említő. a Lezer azt mondja, hogy a Zavnak a um, a folyásos betegnek a magömlése az nem tesz tisztátalanná a vivés által. soha pedig azt mondja, hogy tisztátalanná tesz vivés által. És miért mondja Rabbi Jó, hogy tisztátalanná tesz? De fisi ilyen sárba lejtszik ziva, mert lehetetlenség, hogy a magömlés a folyásos betegség során, vagy a folyásos betegség a folyás után ne legyen benne a folyásos anyagból is, és ezért olyannak számít, mint maga a folyás, a betegséggel kapcsolatos folyás, ami viszont tisztátalanná tesz, vivés által is, nem csak érintés által. De a filura bírsú, a jamár el, ami sumcik de én egy la jamár. Tehát a is csak arra hivatkozva mondja azt, hogy a zavnak, a folyásos betegnek a magömlése az vivés által is tisztáltal, mert arra hivatkozik, hogy kizárt dolog, hogy a magömlésben ne lenne valamilyen maradék még a a pár csepp a folyásból magából. De hogyha csak a magömlés lenne, csak egy bizonyos sperma, akkor ő sem mondaná azt, hogy vivés által az tisztátalannál lenne. El amarávada baráva lőjmársa én tajlimba. Ezért azt mondja rávada áva, hogy neki más javaslata van. Nem erről szól, amikor azt mondja a misna, shichvai zárai, tame, Eh, hogy a magömlése tisztátalan, az nem azt jelenti, hogy ha már túl van a három látásom, vagy a két látáson, bocsánat, akkor a magömlésének a, nemcsak az érintése, ezt itt hanem a vivése is, hanem egész másról, másról akar beszélni. Miről, mit, mit akar mondani? És én Tolminba azt akarja mondani, hogy normál esetben, ha itt látna magömlést, valaki az egyes és a kettes között, akkor azt mondanánk, hogyha utána lát folyást, azt mondanánk, hogy a, ez valószínűleg azért látja ezt a folyást, mert előtte magömlése volt, és azzal megerőltette magát, és ezért van a folyás. Ez egyfajta viszmaja, tehát nem számítanak a kettes folyás folyásnak. Viszont a kettes és a hármas között, ha van magömlés, akkor ott nem mondjuk azt, hogy valószínűleg azért látott, folyást, mert előtte volt magömlése. Független attól, hogyha volt a magömlése, nem mondjuk azt, hogy azért látott csak, mert volt a magömlése, és megerőltette magát, és ezért van a ziva, ezért van a folyás. És ez jelenti azt, sikva zárait hogy a magömlése tisztátalan, az azt jelenti, hogy a harmadik látást nem mentjük föl a folyásos státusz alól, hivatkozva erre a magömlésre, ami a kettés és a hármas között volt. Szóval rábek még, rabben én már, Idi khurssa khazi. Nézzük meg ezt egy kicsit jobban. A papa, ravenél, eh, amikor volt, akkor úgy értelmezte Idi shahuda hogy általában Mi a, mi, mi a hivatkozás? Az, hogy ha miért gondolnám, vagy miért menteném föl a magömlés utáni folyást, azért, mert azt mondanám, hogy megerőltette magát, és bizonyára emiatt öm, látta a folyást. És ezért, hogyha a kettes előtt látta volt a magömlés, és utána volt a kettes folyás, a kettesnél ugye az oinesz, az nem elég erős, ahhoz, hogy zavát tegyen, ezért az, ha volt magömlés a kettes előtt, akkor az felmenti a folyást az alól, hogy folyásnak számítson. Viszont a hármas előtt, hogyha volt magömlés, akkor ott nem menti föl, miért? Mert ott az oines is, a viszmajoros folyás is folyásnak számít. Ez lenne akkor a magyarázat, hogy esetleg mi a különbség között, hogy a kettes előtt volt a magömlés, vagy a hármas előtt volt a magömlés. Amellé Rave Rav viszont ezt nem akarta elfogadni. Szerintem nem lehet, hogy ez a dolognak, ez van a hátterében. Mármint az, hogy maga a magam is az egyfajta megerőltetés, és ezért az utána látott folyás, az már ne, le, ne számítson folyásnak. Hát nem gér mi mert támegyben jár be ziva. Énlek a hajlik miért nem lehetséges? Mert azt látjuk, hogy van egy olyan... Halacha a misnában, hogy egy valaki, aki betér zsidónak, és a betérése előtt volt magömlése, és utána pedig volt két látása, folyásos látása. Hiába volt korábban magömlése. A két folyásos látás mindkettő érvényes folyásos látásnak számít. De tényleg hajli a Annak ellenére, hogy mind a, a magömlés közvetlenül megelőzte azokat, mint pedig a betérés is egyfajta megerőltetés, mégis attól még, hogy megerőltetés, nem tettük érvénytelenné a két folyás közül a másodikat. Tehát, hogyha itt látott magömlést, majd itt betért, és egy napon, itt most úgy ő látja az elsőt, meg a másodikat, nem mentem föl a másodikat, mint amúgy, és nem mondom azt, hogy azért, mert előtte volt magam, és ezért ez már nem számít egy érvényes folyásnak. Miért nem? Ha tényleg az érve az lenne, hogy minden eh, esetben, amikor a magamlés megölőzi a folyást, akkor az olyan, mintha egy megerőltetés miatt lenne, és ezért mentsük föl, akkor itt is föl kéne menteni. Mit mond ezzel szemben Rave? Rave azt mondja, hogy ez az egész szabály, hogyha eh, ha a, a folyás megelőzte a magömlés, az egy fölmentő tényező. Az nem a megerőltetés miatt van, hanem ez egy zéreszakasz. Ez egy rendelet, egy tórai rendelet, aminek nem feltétlenül van értelme. És ezt a rendeletet, ezt mire érvényesítjük, csak egy szrollyra, csak valaki, aki már zsidó, de a valakinek a betélése előtt volt ez a magömlése, akkor az nem számít ebbe a kategóriába, és ezért. Ezért hiába volt megerőltetés, nem menti föl a folyásos kategória alól a folyást, amit a magömlés után, a betérés a magömlés után lát. Ha pedig ez így van, akkor nem magyarázhatjuk úgy a, azt, amit a Misna mond, hogy Sikva záróit mélye, hogy a magömlés a tisztátalan, ahogy azt Ádabára Áva akarta magyarázni, hogy mit jelent ez, azt, hogy a magömlés utáni, Harmadik látás az e, akkor is érvényes, ha közvetlen is után volt, nem úgy a második, amelyik nem lenne érvényes, e, és ezért egy új e, értelmezést kell ennek adnunk. És mi ez az új értelmezés? Vagy nem a új értelmezés, vissza kell térnünk az eredeti értelmezéshez, hogy mit jelent ez, hogy a, má, a, 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 a azt jelenti, a, hogy a második folyás után, amikor már zav lett az illető, a magömlése a folyásosnak az nem csak, mert tám -e mága, nem csak érintéssel tesz tisztát annál, hanem vivéssel is, ahogy azt eredetileg próbáltuk magyarázni. Mert ugye az volt a kérdésünk, de hát, hogy nem találunk sehol olyan tánét, -e aki ezt az álláspontot képviselni, hiszen még Rabbi is, aki, aki ezt mondja, ő is csak azért mondja ezt, mert azt mondja, hogy a magömlés esetén mindenképp kell, hogy még valami maradjon a folyásból az illetőben, és amikor kijön belőle a magömlés, akkor abban még benne kell, legyen, és ezért lesz tisztátalan. De önmagában a magömlés az nem kéne, hogy oly módon tegyen tisztátalanná, hogy nem csak az érintés, hanem a vivés által is. Hol találunk forrást arra, hogy ez a halakai legyen? Előtte a na, naihi azt hiszem, de találunk olyat, van olyan tán, van olyan e, misnakori bölcs, aki ezen az állásponton van. De tánja, hihvazzer, és a zav, mert támán be mászak mert észle ész. De mi jaj, sziai, jaj majd. A Bright azt mondja, hogy a magömlése a zavnak, a folyásos betegnek, az egy teljes napon át tisztátalanná tesz a folyás látása után. Tehát a folyásos beteg volt, látott folyást, majd egy napon belül lát, Magömlés, akkor a magömlés nem csak érintéssel, hanem vivéssel is tisztátalanná tesz. De BIAISZI azt mondja, hogy nem egy egész napon át, tehát 24 órát, hanem csak az aznap, azon nappal, tehát hogy ugyanabban a napszakban. De mindenképpen mind a ketten az állásponton vannak egyértelműen, hogy tisztátalanná tesz a, a magömlése az avnak akkor ebből látjuk, hogy mégiscsak van forrás arra, hogy azt mondjuk, hogy a zavnak a magömlés önmagában tisztátalanná tesz vivés által is, és nem csak érintés által, és akkor megvan a forrása annak, amit a mi mislánk mond, és akkor így kell értelmezni a mistánkban is, hogy sikhva zára, itt mely a, hogy a tisztáltal, mit jelent, hogy hogy vivés által is tisztátalanná tesz, nem csak érintés által. De már idéztük ezt a brájtát, ahol két vélemény van, a, a Káma véleménye és Rabbi Yossi véleménye, akkor érdemes rendet rakni, hogy miért mondja a, a Káma azt, hogy egy napon belül, 24 órán belül lát magömlést a tisztát annál tesz. Vivés által is, és nem csak érintés által. És miért mondja Rabbi Yossi, hogy nem egy teljes napon át, hanem csak azon napszakban. De Mike Mifligi, Smúl. Smúl álláspontjában tulajdonképpen azon belül alakul ki ez a vita. Itt mondott És van Rami, kszív kiebeha isesellői et tahaj mikre És Smoed a következő kérdést tette föl két látszólag ellentétes passzuk, két ellentétes tórai mondat kapcsán. Az egyik passzuk úgy szól, kiebeha isesellői et tahaj mikre lájlom. Mózes könyve 23. fejezet 11-es mondat. Ha lesz közöttetek egy férfi, aki nem tiszta, Uh, mert uh, éjeli látása, éjeli esete volt, az éli eset az a magömlést jelenti, tehát magömlése volt, um, hogy nevezi ezt éjeli eset? Um, és hogy fogalmaz a szöveg? Ha lesz közötted egy férfi, aki nem tiszta, éjeli esete volt, akkor ezt a szó szoros Értelméből ki le el, el lehet vonatkoztatni. És azt lehet mondani, a lesz egy férfi, aki nem tiszta, mert folyásos beteg, és éjeli esete volt, tehát aznap éjjel, abban a napszakban még volt magamlése, akkor a magömlésnek ugyanolyan státusza van, mint magának a folyásnak, tisztátalanná tesz, érintés, nem csak érintés, hanem vivés által is. De itt, mit, itt hogyan értelmeződik, hogy mire utal a szöveg? hogy csak akkor, ha abban a napszakban él, éli esete volt. A másik mondatban viszont mi áll, szív ered ered be máim A következő mondat azt mondja, akkor délután, vagy az estelet, est, esteledéskor fürödjön meg vízben. A fürödjön meg vízben, az esteledéskor az azt jelenti, hogy arra utal, hogy hiába este volt a, az eset, tehát a magömlés, még egészen másnap délutánig, naplementéig ugyanabban a státuszban van. Tehát abból úgy tűnne, hogy, hogy ez a státusz, hogy a magömlés tisztátalanság ugyanolyan szintre kerül, mint a folyásos tisztátalanság, az, csak, az nem csak abban a napszakban, hanem még 24 órán keresztül, egészen a következő estig tart már Mészle, Ejsz, Diek, Milifne, Szeref, Di Idag, Diek, Mikre, Lájna. Akkor hogy lehet rendet rakni? Attán a Káma, aki azt mondja, hogy egy egész napon át tart a tisztátalanság ezen szintje, a magömlést folyásosnak tekintjük, ő erre a mondatra helyezi a hangsúlyt, ami azt mondja, hogy egész délutánig, amíg el nem megy a mikvébe. A másik vélemény pedig, amíg azt mondja, hogy csak abban a napszakban van, a tisztáltalanság, ő pedig a Mikre Lajla az este, esti eset, éjszakai esetre teszi a hangsúlyt, amelyik pedig um, értelmszerűen csak arra a napszakra vonatkoztatja. Manda Amar Lifnis Ervak, szín Mikre Laila. Mit fog mondani ez a um, um, aki azt mondja, hogy egész másnap délutánig, tehát teljes napon át változik meg, vagy kerül a magömlés státusza, a folyásos beteg státuszába. Miért? Mert az van írva, hogy Lifna is nice, erre virhatva mai, mert azt mondja, hogy és majd esteledéskor merüljön alá a vízben. jó, de hát mit fog mondani a, mondat első részéről? Az van írva, hogy Mikre Lájla, Axiv Mikre Lájla, hogy uh, esti eset volt, az esti eset meg arról, hogy csak az a napszak. A Mellah, Urha de Krilla, Miss Le mássebe, Laila. Uh, Azt ez nem, ezt nem kell szó szerint csak azért nevezi esti esetnek, mert a magömlés esti esetnek est, estenként vagy éjszakánként szokott történni. Oké, okay. akkor a Nazir traktátust fogjuk most befejezni. Uh, uh, we will now uh, finish off the Nazir. Az utolsó misna a 66-os lapon a következőt mondja. So the last misna on uh, in second, Nazir says the following. Nazir haja shmuel kedivre divre rabbi hajraj, nem már mőre le a nem már be simsén, be nem már be shmuel mőre, ma mőre a be nazir, af mőre a mőre be shmuel nazir. Shmuel proféta, a misna szerint, rabbi hajra itt idézve, tehát Shmuel proféta nazir volt. Ki volt Smuel proféta? Emlékszünk Hanna történetére a, a Bibliából. Hanna, akinek nem születtek gyerekei, és fölment a szentélyhez, és ott elsírta magát, és imádkozott Istenhez, és fogadalmat tett Istennek, és ebben a fogadalomban úgy hangzott, hogy majra ne menjen majd a gyerek fejére, ha megszületik. Mit jelent ez a majra? Borotva. Ugye a nazirnak sem lehet borotva, nem érintheti a fejét, a nazír fogadalma arról szól, hogy a nazír nem borotválkozhat, nem élénketházhat halottal, és nem ihat borból. És ezért, amikor Hanna azt mondta, hogy borotva ne érje a fejét, majra ne érje a fejét, az mit jelent? Ne érje borotva a fejét, majd, ha megszületik a gyerekem, akit annyira várok. Ugyanúgy, ahogy Simsonnál ugyanez volt, hogy ezt mondta az angyal, a Simson anyjának, Samson anyjának, hogy majd moira ne érje a fejét, vagyis borotva ne érje a fejét, ugyanúgy, ahogy ott is egy názirságot vettek a gyerekre, ugyanígy itt is uh, názirságról van szó. So in short, Rabbi Naheiday, says that uh, Shmuel, the prophet Samuel was a nazir. Why? Because when Hannah, the mother came to uh, uh, pray and ask for a child in Uh, the base mikdash. Uh, she said, If I'll have a child, Moira should not touch his head. What is Moira? Moira is a uh, gil something you shave a shaver. A shaver, that should not touch his head. The same, same word that is used by Shimshan. So we know from here that he and a uh, Nazir is not supposed to shave his head. So if we know that Shmuel, the prophet, was a Nazir. <inaudible> E, azt mondja, erre a Biosi. Szerintem ez nincs így, amikor azt mondta e, Hanna, hogy ne érje majra a fejét, akkor az nem azt jelenti, hogy ne érje, e, ne érje e, borotva a fejét. A majra szó az nem ezt jelenti, azt jelenti, hogy félelem. Hogy ne féljen senkitől. Azt jelenti, hogy ne, ne érje majra a fejét, azt jelenti, hogy ne féljen senkitől. És ezért szerintem Sámuel proféta nem is volt e, Nazir. Amarab Hajraj, Nihairai, vagy nem Nemávi és Múla, Ech Elek vagy Sama a Hargéni, és akkor Vaj Hajlav Majra se azt mondta erre Rabbi ez nem lehet, vagy nem Rabbi azt mondja erre, bocsánat, Rabbi szerintem nem lehet, hogy a Majra itt félelmet jelent, hogy Hanna azt mondta, hogy ne érje félelem a fejét, ne féljen senkitől. Én továbbra is azt gondolom, hogy az borotvátján Miért? Mert később az van írva, hogy Sámuel félt Sáultól. Azt mondta, hogy mehetek oda, Saul a király hallani fog, és meg fog ölni. Tehát akkor nem teljesült volna Hanna kívánsága, tehát továbbra is ez borotvát kell, hogy jelentsen. So the Gmaras uh, quotes Rav Yaisi, and Rav Yaisi argues, and he says, no, Gmaras doesn't mean here a shaver, it means fair. You should not have fair from any human being. Uh, so he says, uh, uh, Shmuel was not a Nazir. Oké, okay, idáig tartottam is, na, amelé, rebkhin, rebrei, Lepšia Brej, Hatajfubarich, Hén Amalere, Hunerabrej, Hatajfubarich. A talmud egy egész más témáról kezd beszélni, és arról van szó, hogy amikor az áldást mondjuk, mondjuk imádkozunk, és valaki mond egy áldást, az előimádkozó, és mindenki utána a válaszol: Ámenne. Akkor ki az erősebb, aki az áldást mondta, vagy aki az áment mondta? Azt mondta Lepšia a fiának igyekezzél, hogy megragadd az áldást. Ne áment mondjál, hanem te magad mond az áldást. Amikor például aztani áldást mondunk, rég az volt szokás, hogy egy valaki mondta az áldást, mindenki válaszolt áment. Te igyekezzél, hogy te magad mond az áldást. Miért az áldás erősebb, mint az ámen? Ugyanezt mondta a Funa Rábának, a fiának, ha Tajfu Barik. Szóval ugye ezt mondta, hogy, hogy az áldást mondja, és ne az áment. Szóval so moves on to a totally different topic and discusses What's more stronger saying a blessing or saying amen after the blessing? What would you say, Michael? What's stronger? You would say amen is stronger. Oh, big time! You are you have a great scholar because I would think that the and the Gmada starts of saying that no, that what's stronger is the blessing itself. Uh, as different uh, uh, sages told their, uh, their sons that they should go and grab the blessing instead of saying amen. The name of the Mavarich Adif. Akkor ez azt jelenteni, hogy az áldásmondás erősebb, mint az ámen mondás? Ha a tárnyai rabbi Jézsi ember gadalaine, émen Jézsi ember varech, vamele rabne hejre, assa májú káhú, tejdárségúl, rajmiz, gármimil, hama, viki bajrim nadzhim. Azt mondta, de hát ez nem lehet, mert egy másik azt tanultuk, hogy azt tanította rabbi Jézsi a fiának, hogy nagyobb dolog az ámen, mint ami az áldás maga. És rabbi ha is ezt mondta, esküszöm az égre, hogy így van. Hogy az ámen mondó az erősebb, mint aki az áldást mondja. Nézd csak megmondta, a háborúban hogy néz ki? Előre mennek azok, akik harcolnak, a végén kik maradnak a gyengék, de ők a győztesek. Ugye kiket küldnek háborúba először előre? Az összes erős katonák, azok mind meghalnak, akik a végére maradnak, <laughs> lehet, hogy gyengék, de ők nyerik meg a háborút. Öm, akkor ugyanígy lehet, hogy erősebbnek tűnik az áldás, de ami a végén van, az ámen, az az igazán erősebb. So the Gemara says, So the Gemara quotes a different opinion, Rabbi Ibn and they say, like Michael, that what's stronger, the Amen is stronger. He says, Just like when you send soldiers to, the, to, the, to, 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 to fight, to have war, so you send first the stronger ones, but they all die, and the weaker ones come at the end, but they are the ones that we, everybody. és cselekedik, mert ők azok azok, akik veszik a várost. Tehát a két állam az utolsó, de mégis a nagyobb. A nagy híd, a tárnyá, elhaladom, varem, elhaladom, én nem vagyok másma, és ma hány nap varem, ez kilom. Azt mondja a Talmud, igen, ez egy eredeti vita, ez valóban vita, hogy mi az erősebb. Azt minden esetre tanuljuk, hogy a Brájta azt mondja, hogy az, aki áldást mond, és az, aki áment mond, mind a kettő teljesíti a kötelességét, de igyekezni kell az áldásmondást csinálni, és nem az áment. Akkor látjuk, hogy van egy forrás annak is, hogy az áldásmondás erősebb, mint az áment mondás. Oké. Okay. Amerben laz, ha a mindig a hajim, márbim, sonom se nem márbim, ha sem, Azt mondta, hogy laz, amerben nevében, ez egy ismert mondás, amit több talmudi szeket végén is mondunk. Különben hol mondjuk ezt? Brahes, Nazir, eh, Vames, és eh, Kriszus, aminek a, a kezdőbetői kiadják azt a szót, hogy Bonáich, ami benne van ebben a mondásban. Ez a minden esetben, mi, mi ha, mit mond a mondás? Azt mondja, hogy a, rabok, a Nina, nagy, nagyon eh, nagyok a Talmud és a Tóra tudósok, mert ők a békét gyarapítják a világban. Ahogy írva van, hogy Hol bonáich ahogy nyilván van Ézsajás profétánál, minden gyermekedli sem eh, Isten tanulói, Ráf Salomban és nagy a békéje a fiaidnak. Eh, most nem fogunk belemenni, de ha lesz időm, akkor még külön fogunk fölvenni egy kis eh, siúrt arról, hogy miközben van ennek a nazírhoz, és miközben van a, a, a misnának és a talmudnak. A rebének van egy fantasztikus magyarázata, de az idő szűkében most nem tudunk róla beszélni. Oké, okay, so the Gemara finishes off with a famous saying, The, which is actually at the end of five different mesechtas in Shas. Uh, that Rabb said that the Talmidei Chachamim, the learners uh, of Torah, they add on peace to the world, uh, as it says by Isaiah, "Chol Hashem." Shalom And uh, now we don't have time for it, but the Rebbe has an unbelievable sicha explaining what is the connection between the Mishnah, but the argument whether.

Eh, arim nadi no elena ze zeh hob finn vir ham gesagt, ze 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 ham hob gesagt, lan yesh mekh holen ze ze shma. Moy vayt khak min ze sag ik leinem gile in li si bim khok khol ma le yevesh leinem ne yesh khak bodai khok vam khisan bon khato adinay, dam dein khok kha amen amen salawat. Moy de nacht und vnay khadi noy lehin vel yevesh nu. Ze samt khol

למאי קאו פולחן נוחם אין אגלע סאמע פולחן די שמעים לאסר ויעם ליך קוט שבריחו במאחוס סיי ומקאר ויעצמע פולחן ומקאר משיח בחיי חוין ומיי חוין ומחיי חוין חוין בייס סאבא גלויז מן קאר ווי מאמין איש מיר האמ ברך לאלע מיר מיין מאיס ברך ווי שטאבך ווי ספויים סטוין מיין מיסטאס זדאו ווי סאמי סלאש מיט קוט שבריחו ליילומן קאבראס משראס משבחס נחמסאמין ביאמא ביאמא אמן

Nek, itt kellett maradni, mint első szülőt, akkor most megyünk vasolni, és van, nem még kint van egy kis zsemle, abból fogjuk elkezdeni a szűdét, csak meg kell várnatok, hogy én is vasoljak, mert én, én miattam volt. És kint tesszük majd a zsemlét, lehet, hogy fönt van még egy kis rántotta. So now, whoever needed to have a seal, we go outside to wash our hands and eat a little bit of, uh, from... Yeah, you have to be part of the soda, just at least start off. The soda here. Uh, and then we'll continue. Mazel tov, mazel